Alig több mint egy hónapja annak, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma kijelölte a vidéki központi járványkórházakat. Ilyen kiemelt feladatot kapott a Józsa András Oktatókórház is, amelynek az észak-alföldi régió koronavírusos betegeinek intenzív ellátását kellett megszerveznie. Közel két hete a Debreceni Egyetem klinikája is elsődleges ellátóhely lett, így valamelyest csökkent a teher a Szabolcsi intézményen. A kórházi ellátásra szorulók száma meredeken emelkedik az elmúlt hetekben, így a friss kormányzati döntés értelmében a Józsa András Oktató Kórháznak is több ágyat kellett biztosítani. A nyíregyházi telephelyen látjuk el a koronavírus fertőzéssel érintett betegeket. Ez azt jelenti, hogy a 20%-hoz 340 ágy felkészítésére volt szükség. Azt tapasztaltuk az utóbbi napokban, hogy olyan jelentős a betegbeáramlás, hogy ezeknek az ágyaknak tulajdonképpen a 80%-át már elértük, amint beteg fekszik. Tehát indokolt a további kapacitásbővítés. A 30%-hoz további 170 ágynak a felszabadítására van szükségünk. Ennek érdekében a kórház vezetése több hasonló szakmához tartozó osztályt összemondta az elmúlt napokban. Az orvosigazgató elmondta, jelenleg 290 igazoltan koronavírussal fertőzöttet ápolnak a COVID részlegen, de egyre gyakoribbak a gyanús esetek és folyamatosak a tesztelések. A kapacitás bővítés miatt az elkülönített egységben további 46 lélegeztetőgép, 40 központi monitor és számos új infúziós pumpa segíti a munkát. Ma már 9 ápolási egységben és 3 intenzív részlegen kezeljük a koronavírus fertőzött, illetve gyanús betegeket. Az ápolásuk és a megfigyelésük nagyrészt abból áll, hogy milyen az oxigenizációjuk, milyen a funkcióik a légzőszervüknek, hiszen a legnagyobb veszély és a szövődmény az az, hogy légzési elégtelenné válnak ezek a betegek. Tehát a legfontosabb az, hogy nyomon kövessük, monitorozzuk és megfelelően figyeljük azt, hogy megfelelő-e a légzőrendszerük működése, megfelelő a szaturációjuk, az oxigénellátottságuk. Szondi Zita hozzátette, az intézményben továbbra is teljes körű látogatási tilalom van érvényben, csomagok bejuttatására azonban, ahogy eddig, a jövőben is lesz lehetőség. A kórház egész területén, beleértve a szabadtéri helyeket is, kötelező a maszkviselés. Egymás egészségének védelme érdekében a szakrendelésre érkezőktől azt kérik, hogy várakozás közben és ahol csak lehetséges, tartsák a 1,5 méteres távolságot.